fenntartható jövő címmel háromnapos rendezvényt tartottak Agostyánban a Természetes Életmód Alapítványnál. A program mindenkinek szólt, aki aggódik a jövőnkért, akit érdekel a mezőgazdaság és a természetvédelem. Elmélet és gyakorlat abszolút összhangját terveztük meg ezben a három napban. Olyan embereket hívtunk, akik minták, modellek az életünkbe, például Haraszti László, aki a Natura 2000-es területek országos tudója, most fejeztek be könyvet ö, ö, és térképeket az ország Natura 2000-es területeiről, Karas László trénert, aki a fenntarthatóság rejtelmeibe vitte bennünket, a világ minden pontján megnéztük, hogy mekkora ökológiai lábnyommal élnek az emberek, az országok, a nemzetek. Eljöttek olyan előadók, akik a Gerecse Natúrparkot mutatták be, hiszen ahol most állunk, ez már Gerecse Naturpark alapítói között vagyunk. Hogyan lehet ezen élni, gazdálkodni, milyen természetvédelmi gyönyörűségek vannak ezen a területen, miért hívjuk a turistákat ide. Nagyon fontosnak tartottuk a pedagógiát, hogy hogyan lehet mindenre a gyerekeket óvodába, iskolába tanítani. Meg is hívtuk az ötvös gimnázium 20 diákját, köztünk voltak. És nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy a belevarázsoljuk ebbe az egészbe a gazdákat. Nagyon sokat tudok hasznosítani belőle, mert a Balaton felvidéken van egy kis telkünk, kis házikóval, szőlővel, gyümölcsössel, és akkor itt belevittek bennünket itt a gyümölcsmecés lényegébe, hogy kell fát ülteni, hogy kell fiatalítani a fát, egyéb dolgokat, ezt maximálisan tudom hasonlítani, meg ugyanúgy itt az állattartással kapcsolatban, hogy mennyire Önfenntartók itt az ökofaluba, itt a, az urak, hölgyek, és hogy őszinte legyek, ezt tudnám ajánlani, hogy aki olyan helyen lakik, hogy nem viszik, nem Red Bull vagy különböző dolgokat, hanem itt van finom kecsketej, kóstoltunk finom borokat, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt ez a három nap, hogy ezt. Tényleg nagyon lehet hasznosítani, és ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön ide, és nézze meg, hogy, hogy élnek, mit termelnek, hogyan csinálják. A három nap alatt az elmélet és a gyakorlat egyensúlyát igyekeztek a szervezők megtartani. Olyan ismereteket átadni, amelyet a gyakorlatban is alkalmazni lehet, csökkentve az ökológiai lábnyomunkat.